Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videós sorozatunkat, amelyben zárójeles egyenlőtlenségeket oldunk meg. Ebben a videóban egy olyan feladattal fogunk megbirkózni, amelyben binom négyzete, négyzetek különbsége és zárójelek szorzata is megtalálható. Nézzük, hogy hogyan néz ki ez a feladat, illetve mielőtt hozzáfognánk a feladathoz, egy nagyon rövid ismétlést végezzünk azzal kapcsolatban, hogy mi is az a binom négyzete. Ugye egy kéttagú polinóm, hogyha a négyzetre emeljük, a szabály szerint első tag a négyzeten, első és második tag szorzatának kétszerese, és második tag a négyzeten. A második dolog a négyzetek különbsége. Két zárójel, ugyanazokkal a tagokkal, egyszer plusz, egyszer mínusz. A szabály azt mondja, első tag a négyzeten, mínusz, második tag a négyzeten. És maradt még a zárójelek szorzata, amit mi minden napi nyelve mondja, így úgy hívunk, hogy minden tagot minden taggal. Amikor van két zárójelünk, akkor fogjuk az első zárójel első tagját, és megszorozzuk vele a másik zárójel minden egyes tagját, majd úgy szintén a második taggal is mind a két tagot. Ezeket kell, hogy alkalmazzuk a mostani feladatunknál. A feladatunk így szól. 4x minusz 2, ez egész a négyzete, tehát itt van a binom négyzete, mínusz 3x mínusz 1 szer 3x plusz 1, itt van a négyzetek különbsége, nagyobb mint, 2x mínusz 5 szorozva x plusz 1, itt van a zárójelek szorzata, mínusz 13x plusz 30. Láthatjuk, hogy az első dolgunk, hogy megszabaduljunk a zárójelektől. Bal oldalon tehát van egy binom négyzete, egy négyzetek különbsége, illetve jobb oldalon össze kell majd, hogy szorozzuk a zárójeleket. Hát akkor vágjunk bele, először is végezzük el a binom négyzetét. A 4x minusz 2-nek a négyzete a következőképpen szól. Első tag a négyzeten, ugye 4x a négyzeten, az 16x négyzet. Ha összeszorzom a 4x-et a mínusz 2-vel, akkor mínusz 8x-et kapok, annak a kétszerese mínusz 16x. És második tag a négyzeten, 2 a négyzeten az 4. Mivel azt látjuk, hogy a négyzetek különbsége előtt mínusz található, ezért javaslom, hogy tegyük ki a mínuszt, és a négyzetek különbségét végezzük el zárójelbe, és inkább egy lépéssel többet oldjunk meg, és majd a következő sorban megszabadulunk attól a zárójeltől. Igaz, hogy tehát egy sorral több, de viszont biztosabb ez a módszer. Tehát kiteszem a mínuszt, és akkor zárójelbe. Első tag a négyzeten, 3x az egész a négyzeten, az 9x négyzet, mínusz, második tag a négyzeten, 1 a négyzeten az 1. Nagyobb mint, nézzük jobb oldalt, először is ugye láthatunk itt két zárójelet, amelyet össze kell szorozni. Indulunk azzal, hogy minden tagot minden taggal. Tehát először is a 2x-et megszorzom x-el, akkor kapok 2x négyzetet. Majd a 2x-et megszorzom 1-jel, az 2x lesz. Majd most a mínusz 5-öt szorzom x-el, az mínusz 5x lesz, és a mínusz 5-öt szorzom 1-jel, az mínusz 5. A mínusz 13x-et, illetve a plusz 30-at csak lemásolom. És akkor most az a plusz sorunk, amikor is meg kell, hogy szabaduljunk ettől a zárójeltől, ugye úgy szabadulunk meg a zárójeltől, hogy minden tag, ami a zárójelben volt, megváltoztatja az előjelét. A 9x négyzet, mivel az úgymond pozitív volt, ugye, hogyha nincs előjele, az plusz, így most mínusz 9x négyzetté válik, a mínusz 1 pedig plusz 1-jé. Miután megszabadultunk a zárójeltől, maradt az, hogy rendezzük az egyenlőtlenséget. Ami azt jelenti, hogy ismeretlenek a bal oldalra, ismertek a jobb oldalra. Nézzük, hogy mi az, aminek helyet kell, hogy cseréljen. Bal oldalról a 4-nek át kell, hogy menjen a jobb oldalra, illetve a plusz 1-nek, míg a jobb oldalról egy csomó dolognak kell, hogy átkerüljön, mégpedig a 2x négyzetnek, a plusz 2x-nek, a mínusz 5x-nek és a mínusz 13x-nek. Ha ezeket helyet cserélnek, tehát egyik oldalról másikra, figyeljünk arra, hogy az előjelek megváltoznak. Tehát a 2x négyzetből lesz mínusz 2x négyzet, a plusz 2x-ből mínusz 2x, a mínusz 5x-ből plusz 5x, és a mínusz 13x-ből plusz 13x. Míg a másik oldalon, ugye átvándorol a plusz 4, lesz belőle mínusz 4, és a plusz 1 lesz belőle mínusz 1.
A következő lépésben azt fogjuk megkeresni, hogy van neki x négyzetes tagok, és azt látjuk, hogy van 16x négyzet, mínusz 9x négyzet és mínusz 2x négyzet. Hát ha összevonom a két negatívot, mínusz 9 és mínusz 2 az mínusz 11, és 16x négyzet mínusz 11x négyzet az 5x négyzetet fog adni, azt látjuk, hogy nem esik ki az x négyzetes tag. Le is írjuk tehát, hogy 5x négyzet. Következő lépésben keresem az x-es tagokat. Hát van mínusz 16x, mínusz 12x, bocsánat, mínusz 2x, az összesen mínusz 18x-et ad, illetve van plusz 5x és plusz 13x, az összesen plusz 18x-et ad. Hát láthatjuk, hogy mínusz 18x és plusz 18x, ezek ellentétesek, tehát lebírjuk egyszerűsíteni őket, ami azt jelenti, hogy most nem az x négyzetes tagok esnek ki, hanem az x-es tagok. Nézzük, hogy mi maradt jobb oldalt. Pozitív számokból van a plusz 30, míg negatívokból van mínusz 5, mínusz 4, mínusz 1. Hát a negatívokat, ha összevonom, az mínusz 10-et fog adni, és ha 30-ból kivonok 10-et, marad akkor csak 20. Így most már azt látjuk, hogy tehát egy hiányos másodfokú egyenlőtlenséggel találkozunk, ugye nincs az x-es tag. Így is meg tudjuk oldani. Az első lépésben azt látjuk, hogy itt van az 5-ös, ugye mínusz 1-en nem kell szorozni, mert nincs negatív szám, viszont ha egyik oldalon szoroztam 5-tel, a másik oldalon el tudom osztani 5-tel, és akkor az x négyzet nagyobb lesz, mint 20 osztva 5-tel, vagyis 4. Az x négyzetes tagból hogyan szabadulok most meg? Ugye tanultuk már a hatványoknál is, hogy a négyzetnek az ellentétest mivel a gyök. Tehát ha most mindkét oldalból gyököt vonok, ugye bal oldalból is, jobb oldalból is, akkor bal oldalon tanultuk, hogy a gyök és a négyzet leegyszerűsül, megmarad csak az x, míg a jobb oldalon a négynek a gyöke az 2. Viszont itt most figyelnünk kell arra, hogy amikor mi gyököt vonunk, most kivételesen ki kell írnunk, hogy az eredménye az az abszolút értéke az x-nek, hiszen ugye lehet negatív és pozitív szám is. Tehát abszolút érték x nagyobb, mint 2. Kicsit vissza kell most, hogy nyúljunk azokhoz a tudásokhoz, amit tanultunk, illetve lépésekhoz, amit tanultunk az abszolút értékes egyenleteknél, és ott is elmondtuk, hogy két részre bontjuk a feladat. Először is egyszerűen csak elhagyjuk az abszolút értéket, hiszen a pozitív szám abszolút értéke ugyancsak ugyanaz lesz, nagyobb, mint 2. Míg a másik oldalon van még egy lehetőség, hiszen ide egy negatív számnak az abszolút értéke is ugyanazt fogja adni, tehát a mínusz x is nagyobb lesz, mint 2. Hát a bal oldalt az már adott, azt már nem kell módosítani, viszont a jobb oldalnál, hogy a mínusztól megszabaduljunk, beszorozzuk mínusz 1-jel, vigyázat, megváltozik a mínusz előjel, megváltozik a nagyobb jel, tehát kisebbé, és a plusz 2-ből lesz mínusz 2. Így tehát megkaptuk, hogy a megoldás halmazunkba valójában két megoldás halmaz is létezik, az egyik részen mindazok a számok, amelyek nagyobbak, mint 2, míg a másik oldalon mindazok a számok, amelyek kisebbek, mint mínusz 2. Itt állt a megoldás halmaz, most nem csak egy halmazból áll, amit már említettük, hanem kettőből. Először írom az, ami kisebb, tehát ami bal oldalt helyezkedik el, ami megy ugye mínusz végtelentől mínusz 2-ig, és mivel két halmazunk lesz, egy unió jelet fogunk oda tenni, ugye tanultuk még 5. osztályban, hogy az unió valójában a halmazoknak az összegét jelenti, tehát egyik halmaz és a másik halmaz, tehát minden elem ezekből a halmazokból. A másik megoldás halmaz azok, amelyek 2-től többek, tehát 2-től a plusz végtelenig. Így írtuk föl tehát a megoldás halmaz szimbólumokkal, és nézzük, hogy ezt a kicsit megváltozott megoldás halmazt, hogyan fogjuk most a számegyenesen is ábrázolni. A számegyenesen két dolgot kell most, hogy ábrázoljunk, mégpedig ugyanazon a számegyenesen, az egyik a 2-től nagyobb számokat, a másik pedig a mínusz 2-től kisebb számokat. Hogy melyikkel kezdjük, az teljesen mindegy, mindenféleképp a számegyenes meg kell, hogy rajzoljuk, középen a nulla, jobb oldalt a pozitív számok, bal oldalt a negatív számok. Nézzük, akkor először kezdjük ami bal oldal található, x kisebb, mint mínusz 2. Megkeresem a mínusz 2-t, megnézem, hogy melyik irányba kell, hogy haladjon, ugye a kis nyíl segít nekünk meghatározni, hogy
mínusz 2-től balra lévő számok. Tehát ez lesz az egyik megoldás halmaz. Unió, most jön a másik, megkeresem a 2-t, 2-től ugye a nyíl mutatja, hogy jobbra lévő számok, ez lesz a másik megoldás halmaz. Tehát láthatjuk, hogy szinte az egész valós számok halmaza, kivéve ugye a mínusz 2 és a 2 közötti rész. Akkor, amikor megvan a megoldás halmaz ábrázolása is, maradt még az ellenőrzés. Eddig mindig úgy ellenőriztük, hogy a megoldás halmazból fölvettünk egy tetszőleges értéket. Hát ha ugyanezt a módszert alkalmaznánk, akkor a baloldali, illetve a jobboldali megoldás halmazból is föl kellene venni. Hát akkor egy kicsit logikázzunk, illetve taktikázzunk. Most ne a két megoldás halmazból vegyünk föl egy számot, hanem pont abból a halmazból, ami nem tartozik a megoldás halmazhoz. És akkor majd a legvégén igaz helyett most hamis kell, hogy kapjunk. Hát ez azért is előnyösebb, mert a nulla pont ebbe a nem megoldás halmazba tartozik. Tehát akkor, hogyha leellenőzöm, hogy a nullára hamis lesz az állítás, akkor azt jelenti, hogy tényleg ez a rész nem tartozik a megoldás halmazhoz. Nézzük, hogy ez konkrétan mit jelent. Fogjuk tehát az eredeti egyenlőtlenségünket, ami eléggé bonyolult, tehát ezért is érdemes a nullát venni. Mindenütt, ahol x-et láthatunk, oda nullát fogunk helyettesíteni. És ugye ez a 4x0, 3x0, 3x0, 2x0, a 13x, most bocsánat, tehát az x egyenlő 0, illetve a 13x0, ezek mind el fognak tűnni. Így akkor maradt már a zárójelben egy mínusz 2, itt ugye 3x0, 0, tehát csak a mínusz 1 maradt, a következő zárójelben csak a plusz 1, a következő zárójelben a mínusz 5, a következő zárójelben a plusz 1, majd ugye a 13x0 az teljesen eltűnik, és maradt még egy 30. Ha elvégzem a négyzetremelést, illetve szorzást, mínusz 2 a négyzeten az 4-et fog adni, a mínusz mínusz 1 azt tudjuk, hogy plusz 1-et ad, tehát plusz 1 szorozva plusz 1 az plusz 1, nagyobb mint, mínusz 5-ször plusz 1 az mínusz 5-öt ad, és a plusz 30-at csak lemásolom. És a végén csak külön-külön össze kell, hogy vonjam, 4 meg 1 az 5, és mínusz 5 plusz 30 az plusz 25. Igaz-e az, hogy az 5 nagyobb, mint a 25? Hát természetesen ez nem igaz. Ami azt jelenti, hogy ez a megoldás, illetve ez a halmaz, amit én most itt felvettem, ez nem tartozik a megoldás halmazhoz. Ezt, hogyha megfordítjuk, akkor azt jelenti, hogy a rajta kívül lévő megoldás halmazok viszont már megfelelnek. Így oldottuk meg ezt a kicsit specifikus feladatot. Köszönöm a figyelmeteket!